13. fejezet. Szeressétek egymást továbbra is, hiszen Krisztusban testvérek vagytok. Fogadjátok be a vendégeket a házaitokba. Voltak, akik ilyen módon angyalokat vendégeltek meg, anélkül, hogy észrevették volna. Gondoljatok azokra, akik börtönben vannak, mintha ti is velük együtt szenvednétek. Ne felejtsétek el azokat, akik szenvednek, hiszen ti is ebben a testben éltek. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig Isten ítéli meg. Ne legyetek pénzsúvárok. Érjétek be azzal, amitek van, mert ő ezt mondta: soha nem hagylak cserbe, sem nem hagylak magadra. Ezért bizalommal mondhatjuk: az Úr megsegít engem, nem félek. Ember mit árthat nekem? Emlékezzetek a vezetőitekre. Ők tanítottak benneteket Isten szavára. Figyeljetek rá, hogyan élnek és hogyan halnak meg, és kövessétek a hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ne engedjétek, hogy különféle furcsa tanításokkal félrevezessenek benneteket. Isten kegyelmével erősítsétek meg a szíveteket, ne különböző ételekre vonatkozó szabályok betartásával, mert azoknak semmi értelme nincs. Nekünk olyan oltárunk van, amelyről nem ehetnek azok, akik a szent sátorban szolgálnak. Mert a főpap az állatok vérét beviszi a szentek szentjébe, bűnért való áldozatul. De azoknak az állatoknak a testét a táboron kívül el kell égetni. Ugyanígy Jézus is a város kapuján kívül szenvedett. Azért halt meg, hogy a saját vére halála által tegye a népet szentté. Ezért menjünk ki a táborból Jézushoz, és fogadjuk el ugyanazt a megaláztatást, ami őt érte. Mert itt a földön nincs örökké való városunk, hanem azt a várost várjuk, amely majd egyszer eljön. Ezért Jézuson keresztül szüntelenül vigyük Isten elé az áldozatunkat. Dicsérjük őt szívvel, lélekkel, és hirdessük dicsőségét. Ne feledkezzetek meg a jó cselekedetekről, és adjatok másoknak is abból, amitek van. Az ilyen áldozatok kedvesek Istennek. Bízzatok a vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak a lelketekre úgy, mint akik elszámolással tartoznak Istennek felőletek. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez akkor nem válik a javatokra. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy a lelkiismeretünk tiszta, hogy mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Kérlek pedig, testvéreim, legyen örömötökre az intő szó, hiszen csak röviden írtam nektek. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult. És ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. Köszöntsétek vezetőiteket és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Itáliából valók. Isten kegyelme legyen mindnyájatokkal.